Hello, sziasztok srácok, Mugi vagyok, és most a White Zetsukot, azaz a fehér Zetsut fogjuk végigvenni, hogy mi az eredetük, mi a történetük, és mégis hogyan jöttek létre. Ezt fogjuk kibeszélni ebbe a videóba, tartsatok velem! Mugi, Hokage! Shintaro! Na már most kezdjük is akkor a videónkat. Ugyebár a fehér Zetsuról kaptunk egy pár információt, ahogy telünk a sorozattal, a közepe fele kapunk egy keveset, ami félrevezet minket, és a legvégén tudjuk meg, hogy mi is az igazság. Az első információnk az volt, hogy Madara, hogy felélesztette a Rinnegant, ugyebár megidézte a Gedo Madzót, és a Gedo Madzón belül talált rá a Zetsukra. Ezeket ő elkezdte sorozatosan gyártani, ugye a Hashirama sejtek segítségével. Na már most, ugye bár itt az a helyzet, hogy Madara végig azt hitte, hogy ez az egészet ő hozta létre, de ez nem így történt. A Black Zetsutól mindent megtudunk, ami mindent helyre rak. Na már most, ugye bár az a helyzet, hogy Kaguyának egyszer már sikerült az örök Tsukuyomi, és ott bebábozott egy-két embert, ott azért voltak áldozatok is, nem csak megmentett emberek. Ezek az áldozatokból lettek a fehér Zetsuk, egy idő után teljesen felfalta őket, úgymond a báb, Kaguya átalakította őket, őket katonának akarta használni, az ügybe, hogyha jönnek a Momoshikijék, akkor majd megvédi őt ez a sereg. Na már most ugye Momoshikijék azért... Most már tudjuk, hogy azért ezeket a fehér Zetsukat pillanatokon belül legyőzte volna, de teljesen mindegy, ez nem számít. Az a lényeg, Kaguya katonákat akart. Ugyebár ez az eredete a Zetsuknak, tehát egy bebábozódott emberekből lettek a fehér Zetsuk. Na de viszont Madarának is van némi igazsága, mert azt nem tudjuk pontosan, hogy Madara mikor rátalált a Gedo Madzóba a fehér Zetsukra, csak magát a burkot vagy az anyagot találta-e meg, vagy ténylegesen még millió évek után is ott életben maradtak a Zetsuk, és tényleg ott tevékenykedtek. Ezt nehéz kinézni, bár az, hogy a Gedo Madzó alapból ugye a Zetsuk báb is a Gedo Madzóból van, és hogy az adna neki életerőt azoknak, hogy millió évig túléljék, ez csak teória. Tehát pontosan nem tudjuk, hogy most csak a burok volt ott, vagy Zetsuk is voltak benne. Az a lényeg, hogy ő ezt az anyagot, vagy egy-két darab Zetsuk megtalált, és ezekből csinált még többet. Ezért Madara teljes mértékben azt hitte, hogy ezt az egészet ő hozta létre, pedig nem így van. De viszont annyiból igaza van, hogy ugye azok a fehér Zetsuk, amik a Shippudenbe szerepelnek, azok a fehér Zetsuk, azok tényleg Madara hozta őket létre, meg Obito, de hát abból az anyagból, vagy azokból a Zetsukból, amik régebben az örök Tsukuyomiból maradtak. Tehát valahol Madara is, amit mi láttunk, az ő hozta létre, de az egésznek az alapját ugye Kaguya és az örök Tsukuyomiya hozta létre. Na hát a fehér Zetsuknak ez a története, hogy a Tsukuyomiból esett áldozatokból lettek a fehér Zetsuk, Kaguya átalakította őket, amíg abban a bábban voltak, és Madara ő rájuk rátalált a Gedo Madzóba, és még többet kezdett el készíteni. Mondom még egyszer, azt pontosan nem tudjuk, hogy csak az anyagot, a burkot, a bábot találta meg, vagy kimondottan egy-két Zetsut is talált, akivel tudott diskurálni, de akkor én szerintem, ez tényleg csak saját gondolat, én szerintem, hogy teljesen személyeket talált volna, vagy Zetsukat talált volna, akkor nem gondolkodott volna el azon, hogy ezeket ő hozta létre. Lehetséges csak burkot talált, és úgy rakott bele egy-két dolgot, és lettek végül ezek a fehér Zetsuk. Vagy ténylegesen ott volt burok is, meg voltak ott emberkék is, akik Zetsuk voltak, és ő életet lehet beléjük pluszt, akár a csakrájával, ugyebár Hashirama DNS-éből tudott egy párat csinálni. Tehát ez jó kérdés, hogy azok ott éltek el millió éveket, vagy csak tényleg a halott burok báb volt meg, és abból tett bele egy kis Hashirama sejtet Madara, és ebből lettek-e létrehozva, mert hát Mize Madara teljes mértékig azt hitt, hogy ezeket ő hozta létre, pedig nem. Ő valamilyen szinten igenis hozott létre, ugye abból a szériából, amit mi láttunk, de a régi széria, ugye amit Kaguya csinált az örök Tsukuyomival, és az egésznek a létrejöttét Kaguya és a Tsukuyomi hozta létre, nem Madara. Régi Tsukuyomiból maradt emberek, plusz Madara rájuk talál, ad még nekik Hashirama sejtet, és még többen lesznek.
Tehát az új Zetsukat Madara hozta létre, a régi Zetsukat viszont Kaguya. Ennyi lenne a fehér Zetsuknak a története, háttértörténete, hogyan jöttek létre, és milyen célt akartak szolgálni, ugye katonaként akartak lenni, de hát ez ugye meghiúsult, igazából a Borutóba találkozunk Momosikékkel, tehát igazándiból ez ennyi lenne ez a videó, srácok, ha tetszett, iratkozzatok fel, küldjetek nekem kommentet, lájkot, meg a mindent. Én Mugi voltam, sziasztok, Shintaré!